Több mint 100 autó gurult be pénteken délután Máté Szalkára. A legnevesebb hazai élelmiszeripari, kiskereskedelmi, szolgáltató és médiacég Kóprali csapatai érkeztek Szatmár fővárosába. Az immár 12. alkalommal elrajtolt országjáró autóverseny nevével ellentétben elsősorban nem a sportra helyezi a hangsúlyt, sokkal inkább a minőségi, magyar élelmiszerek népszerűsítésére. Bemutatjuk a magyar élelmiszergazdaságot, és az élelmiszergazdaságon keresztül persze bemutatjuk a magyar élelmiszerkereskedelmet is. Ez a Kóprali egy olyan találkozója ennek a két ágazatnak, és természetesen bevonjuk a vevőinket is ott, ahol lehet, ami azt gondolom, hogy abszolút jó hírét viszi, hogy egyébként mire vagyunk képesek. Igenis, a magyar élelmiszergazdaság nagyon-nagyon fontos és nagyon jó minőségű termékeket állít elő, és hát ezt be tudjuk mutatni. A Friesland Campina Máté Szalka üzemében évente mintegy 35 millió liter tejet dolgoznak fel, nagy rész környékbeli termelők alapanyagából. Közel 45 tejtermelő partnerrel állunk hosszú távú szerződéses kapcsolatban. Ezeknek a tejtermelőnek a zöme az a megyében, vagy legalábbis az üzem környékén helyezkedik el, tehát kifejezetten támaszkodunk a közvetlen földrajzi környezetben megtermelt magyar tej alapanyagra. Máté Szalkán csak ezt az alapanyagot dolgozzuk föl, de azért szeretném kiemelni, hogy az így évente így gyártott közel 200 millió darab pöttyös turódihoz is minél több magyar alapanyagot használunk föl. Nem csupán a környékbeli termelőkre, hanem a helyi munkavállalókra is épít az üzem. A munkaerőpiaci fellendülésnek a lehetőséget, hogy a magyar munkaerőpiac minél inkább helyi településeken való tartását elősegítse, ennek a példája, mint a példáját Máté Szalkán tökéletesen megvalósulhat az élelmiszeripar vonatkozásában. A kormány számára stratégiai és kiemelt ágazat a hazai élelmiszerfeldolgozás. Ennek érdekében 2014 óta 300 milliárd forintot biztosított különböző fejlesztésekre. Ez hatékonyabb üzemeket, magasabb színvonalú termékeket jelent majd az egyik oldalon, másik oldalon pedig a kormány nyáron döntött egy olyan akciótervről, egy 20 pontból álló olyan akciótervről, ami az élelmiszerek minőségének emelésére irányul. Egyik oldalon a fogyasztóknak a jelölésekkel, élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos tudásának a fejlesztését szeretnénk elérni, hogy jobban tudjon választani a hazai fogyasztó, másik oldalon pedig alapvetően szabályozási oldalról is a minőségi élelmiszer előállítás irányába szeretnénk vinni mind a hatósági munkát, mind pedig magát a szabályozást. Feldman Zsolt azt is elmondta, kulcsfontosságú, hogy az erős mezőgazdasággal rendelkező Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is minél meghatározóbb szereplőjévé váljon a magyar élelmiszerfeldolgozásnak, és ezáltal elérje mind a hazai, mind pedig a nemzetközi piacot.